48 csapat 608 játékosa, 96 testnevelő, sportvezetők, játékvezetők, a sportágak felelősei és persze az érdeklődők jelenlétében tartották a döntő megnyitóját a Continental Arénában. A Magyar Diáksport Szövetség a 2016-2017-es tanévben 30. alkalommal hirdette meg a sorozatot. Az országos döntők közül ez évben elsőként az 5.-6. korcsoportos, azaz középiskolás korú összevont labdajátékok fináliát rendezik meg Nyíregyházán. A csapatok száma már fémjelzi azt, hogy az egyik legnagyobb rendezvény lesz ebben a tanévben, hisz évek óta törekszünk arra, hogy összevont labdajátékokat rendezzünk. Úgy gondoljuk, hogy annak a súlya, a nézettsége, az eladhatósága, a diákolimpiának az elismertsége így a legnagyobb, hisz ha 600 diáksportoló van egy városban, azért az már meglátszik. A rendező Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke reméli, hogy életre szóló élménnyel gazdagodnak a döntőn résztvevő fiatalok. Van bennünk egy izgalommal teli feszültség, és, de ez azt hiszem, hogy inkább most már múló, nyugodtan mondhatom, hiszen ahogy itt készülődünk, ahogy itt gyülekeznek a csapatok, egyre inkább valóban átmegy egy olyan ünnepélyes hangulatba, amely azt hiszem, hogy egy diákolimpiai, egy olimpiai mozgalmat, mert nyugodtan mondhatjuk a diákolimpiára azt, hogy ez egy olimpiai mozgalom, át kell, hogy hasson. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy vendégül láthatjuk a 16 megye képviselőit, a 48 csapatot, illetve a kísérőiket. Bízunk benne, hogy nagyon jól fogják érezni magukat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A Nyíregyházi Zrínyi Gimnázium fiú kézilabda csapata 42. alkalommal szerepel az országos döntőben. Sok tehetséges játékosunk van, és külön öröm az, hogy most két csapat is itt van Nyíregyházáról az országos döntőbe. Az én gimnáziumot kötelezi a múltja, és nem csak 42-ször ott voltunk, hanem 15-ször meg is nyertük ezt a bajnokságot, 3-szor úgy, hogy mindkét korosztályba, 3 világbajnokságon voltunk, és ezt a gyerekeknek érezni kell, hogy nekik helyt kell állni egy ilyen hazai rendezésű országos döntőn. A Nyíregyházi Vasvári Gimnázium röplabdázói mind a fiúknál, mind a lányoknál ott vannak a mezőnyben. Én a lánycsapat edzője vagyok. Véleményem szerint a sorsolás az elég jól sikerült. Mi szeretnénk egy érmet nyerni. Tavaly ott voltunk az országos diákolimpián, most szeretnénk, ha egy kicsit fényesebb lenne. Kézilabdában és röplabdában nem csak az aranyéremet ért a döntőben, ugyanis a bajnok csapatok kivívják a jogot, hogy 2018-ban képviselhessék hazánkat a Nemzetközi Iskolasportszövetség világversenyén.